Most még üresen áll ez a 25 ezer négyzetméteres terület Újfehértó szélén. A jövőben itt épülhet fel a Honvédelmi Sportközpont. A kormány az országos szintű beruházást egy december 28-án kelt kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította. Összesen 17,5 milliárd forintból 16 településen alakítanak majd ki ilyen létesítményeket. Augusztus közepén kapott az önkormányzatunk egy megkeresést a honvédelmi miniszter úrtól, hogy kormánydöntés alapján több településen szeretnének honvédelmi sportközpontokat létesíteni, ehhez kerestek partner önkormányzatokat. A megkeresésnek a lényege az volt, hogy az önkormányzatoktól várták, hogy a levélben felsorolt paramétereknek megfelelő területet, lehetőleg 2-3-at, ha úgy gondolják, hogy beszállnak ebbe a történetbe, akkor ajánljanak föl. Ilyen feltétel volt például, hogy a felajánlott önkormányzati telek könnyen megközelíthető és közművesített legyen, de viszonylag távol helyezkedjen el a lakott területtől. Újfehértónak két felajánlott telek közül végül ezt a Dorogi út mellettit választották a szakemberek. Ez a terület a temető után és a szennyvíztelep előtt van, több mint 2 kilométerre a lakott területtől. A létesítmény nem iskolai keretek között, hanem szabadidős tevékenységként ad lehetőséget a szervezett sporttevékenységekre. Ez áll a Honvédelmi Minisztérium MTI-hez eljuttatott közleményében. A célok között szerepel még a sportlövészet széleskörű megismertetése, valamint a biztonságos és szervezett keretek közötti gyakorlása, illetve lehetőséget biztosít a honvédelmi szempontból is kiemelten fontos sportágak edzéseire, ilyen például a vívás, a küzdősportok és a lövészet. Azt tudni kell, hogy magában a beruházásban az önkormányzat közvetlenül nem vesz részt. A beruházást a MSK, illetve a BMSK bonyolítja a kormány megbízásából. Önkormányzatunknak az a feladata, hogy kössön egy együttműködési megállapodást a Honvédelmi Minisztériummal, és a szükséges területet ajánljuk fel a magyar állam számára ingyenesen. Ez megtörtént a önkormányzat részéről. Ezt követően, ha megvalósul a beruházás, a honvédelmi miniszter úr fogja kijelölni az üzemeltető szervezetet. Újfehértó mellett Kisvárda is bekerült a beruházás első ütemébe. Megfelelő terület felajánlás után ott is kialakítanak majd egy honvédelmi sportközpontot. A két Szabolcs megyei településen kívül további 14 helyszín érintett még a beruházásban. Többek között Balassa, Gyarmaton, Kecskeméten és Zalaegerszegen is létrehoznak majd hasonlót.